Soron kívüli ülés hiányzókkal. A polgármester hiányában Bizzer András elnököt, kerítést kap a Munkás utcai parkoló. Jótékonysági mulatás. A helyi Vöröskereszt javára és egy zalaegerszegi alapítványnak is gyűjtöttek a hétvégén. Vereség az évzáron. Kikapott a Kanizsa, negyedik helyen várja a csapat a tavaszi folytatást. Jó estét kívánok, Tar Mihály vagyok, ez a Kanizsa TV híradója november 27-én hétfőn, jönnek a részletek. A Munkás utca új parkolója kapcsán is született döntés a mai soron kívüli közgyűlésen. Az előterjesztés most korlátok elhelyezéséről szólt, amit a testület egyhangulag el is fogadott. A felek azonban a leghosszabb vitát mégis itt produkálták, hiszen még a pandémia és Vlagyimir Putyin is szóba került. Több jelentős hiányzóval látott ma munkához a testület, hiszen Balog László polgármester és Dénes Sándor önkormányzati képviselő nem vett részt az ülésen. A polgármester hiányában Bizzer András alpolgármester vezette az ülést, ami a 17 napirend ellenére meglepően gyors és mondhatni csendes volt. Nem hozott jelentősebb vitát az sem, hogy harmadik nekifutás után is levette az éve frakció a pingpongosok és a sakkozók utólagos támogatási kérelmét. Ezek az összegek 2 millió, valamint 550 ezer forintról szóltak. Az ipari park gondozása és a Munkás utca új parkolója volt az, ami némi vitát kreált a felek között. Utóbbi kapcsán ma Bizzer András hozta be azt a javaslatot, hogy a villa mintegy 656 ezer forintért építsen korlátot. Fodor Csaba szerint ezt a kérdést jobb lett volna komplexen kezelni, hiszen a parkolók körül még számos ügy vár megoldásra. A legfontosabb, amit a szerkesztőségünknek is jeleztek a lakók, hogy a Munkás utca 10-nél megáll a víz, így kárt okozhat a lakásokban. A frakcióvezető azt is hozzátette, hogy az 588 milliós forrás nem a kormány támogatása volt, hanem olyan, mintha a tolvaj az ellopott pénz felét visszaadta volna. Erre Szabó Szilárd reflektált úgy, hogy a kormány a Covid alatt nem elvette a pénzt, hanem a helyi vállalkozóknál hagyta. Bizzer András ismét felhozta a víztorony 142 millióját is, amit szerinte az éve hagyott elveszni. Erre úgy szintén Fodor Csaba reagált, miszerint lehet sok dologgal okolni az éve frakciót, de azzal nem, hogy az oroszok agressziója hozzájuk köthető. A háború pedig eredményezte a Sperbank csődjét, a víztorony közbeszerzését pedig fedezet nélkül nem lehetett kiírni. Visszakanyarodva az eredeti napirendhez, eldőlt, hogy még idén elkészíti a kerítést a via, míg a további problémák orvoslására a 2024-es költségvetés terhére térhet vissza a városvezetés. A közgyűlés további részleteit a kanizsamediaház.hu percről percre rovatában olvashatják. Mintegy 130 hallgató részvételével rendezte meg az idei gólya és szeniorbáját a Pannon Egyetem Nagykanizsai Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ. Az ünnepélyes eseményt új helyszínen a Kanizsa Arénában bonyolították le. A gólyabál az egyik legnagyobb rendezvénynek számít az egyetem életében. Kaszás Nikolett, a kampuszigazgató úgy fogalmazott, a családias légkör megteremtése az ilyen eseményeken fontos szempont volt a hallgatók között, amikor a PENT választották. Idén rekordszámú hallgatót vettek fel a PEN-re, így a gólyabálon is jóval többen vettek részt, mint az elmúlt esztendőkben. A rendezvényre a felsőbb éves tanulókat és az öreg diákokat is várták. Elsősorban ez a rendezvény az, amire visszajárnak, hiszen nem véletlenül került így a hétvégi időpontra a gólyabál. Korábban ez a hétköznap volt megtartva, és pont a szenior hallgatóknak az érdeklődése és a körükben való gólyabál népszerűség miatt tettük végül is hétvégére ezt a napot. Mi nagyon örülünk nekik, hogy visszajönnek, egyrészt mert nagyon értékes tapasztalatokat osztanak meg velünk, jelenlegi munkájukról mit tapasztaltak, és nagyon jó kapcsolatok épülnek ki, hiszen ők jelenleg akár már olyan munkahelyeken dolgoznak, amikkel mi is kapcsolatot tudunk kialakítani egyetemként a jövőben. A gólyabál egyik ünnepélyes szegmensének számít az első évesek közös tánca. A hallgatók alig néhány hét alatt sajátították el a tánclépéseket Fási Barnabás és Szollár Nikolics Zsanna koreográfiájához. Nagyon gyors volt igazából az idő, hogy betanuljuk. Szerintem nagyon ügyesek voltunk, és reméljük, hogy ügyesen is tudjuk majd előadni. Jó hangulatba telt igazából az összes próbánk. A résztvevők idén is választottak bálkirályt és bálkirálynőt.
A hallgatók körében megtisztelő címet Elena Ruszkich és Takács Oliver kapta. Jótékonysági bált tartottak a zalaegerszegi koraszülött mentő és gyermekintenzív alapítvány javára szombaton. A sormási rendezvény két szervezője, Matyovszki Zsoltné, bölcsődei dolgozó, és Simon Barnabás, a Zéró zenekar frontembere volt. Az eseményen 100 résztvevő mulatott együtt a közös célért. Már 5 éve annak, hogy Matyovszki Zsoltné elindította első jótékonysági kezdeményezését, és minden alkalommal valamilyen gyerekekkel foglalkozó szervezet számára gyűjtenek. A szombati esemény teljes bevételét az zalaegerszegi koraszülött mentő és gyermekintenzív alapítványnak ajánlják fel. Matyovszki Zsoltné hangsúlyozta, ha gyerekekről van szó, csak az számít, hogy segíteni tudjon. Az első jótékonysági bálunk a Fegyverneki gyerekeknek szólt, a második a Zentér, akit mindenki ismerhetett a tévéből. Volt még egy bálunk, ő pedig a Pannának. Ő egy kislány, a közismerősünknek a gyermeke. A Zéró zenekar sem először vett részt hasonló kezdeményezésben. Simon Barnabás, az együttes frontembere elmondta, a jó hangulatról az este folyamán számos zenés és táncos előadással igyekeztek gondoskodni. A mai este menetrendje az úgy zajlik, hogy megnyitó beszéd, utána az Eraklin Táncklub jön a műsorral, utána vacsora elvileg 8 óra után, Éder Gabival folytatjuk 10 órakor, utána zenélünk egy kicsit, éjfél körül elkezdjük a tombolasorsát, és akkor buli hajnali. Simon Barnabás hozzátette, Matyovszkiné Eszter hosszú ideje jó barátja, így a nemes cél mellett a személyes indítatás is motiválta, hogy a kezdeményezés mellé álljon. Több mint 20 év után szerveztek újra Vöröskeresztes bált Kanizsán. A Honvéd kaszinóban tartott eseményre 86 vendég érkezett szombat este. A szervezet munkatársai mellett részt vettek a rendszeres véradóik és a házi gondozottak hozzátartozói is. A bevételt a Vöröskereszt helyi szolgáltatásainak fejlesztésére fordítják. A Lámpások éjszakája elnevezésű jótékonysági bállal egy több mint 2 évtizede abba maradt hagyományt élesztettek újjá. A szervezet állami és önkormányzati támogatásokból végzi a tevékenységét, azonban az önmagában nem elég a bővítésükre. Szőlősi Márta, a Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai területi szervezetének vezetője hangsúlyozta, az eseményen befolyt összeget arra fordítják, hogy jelenlegi szolgáltatásaikat fejlesszék. Ilyenekre gondolunk például, hogy művészetterápia, hogy táncterápia, hogy pszichológus segítsége, annál sokkal gyakrabban, mint amit a törvény előír, és így aztán amire nekünk normatív fedezetünk van. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy azzal együtt, hogy azokkal, akik szeretnek bennünket és egyébként is segítenek nekünk, velük egy jót bulizunk, az ő segítségükkel még egy kis pénzt is összeszedünk arra, hogy a 3 szolgáltatásunkat egy kicsit meg tudjuk támogatni plusz fedezettel. Az eseményre igyekeztek mindenkit meghívni, akikkel valamilyen formában partneri viszonyt ápolnak. Szőlősi Márta hozzátette, nem számoltak azzal előre, hogy pontosan mekkora összeget tudnak összegyűjteni. Úgy fogalmazott, ha nem is próbáljuk meg, akkor egészen biztosan nem fogunk előrébb jutni. Nem is tudnám felsorolni, hogy mennyi mindenki volt, aki készpénzzel, vagy mondjuk több tízezer forint értékű tombola tárgyi eszközzel segít bennünket. Vagy egyszerűen azt mondta, hogy igen, veszek pár ezer forint támogatójegyet, meg tudjátok, mint 2, 4, 6 akárhány kollégát, meg befizetünk a bárra, és érezzék ott jól magukat, miközben természetesen a báli bevételt meg hát gyarapítjuk. A közös vacsorát követően tombolasorsolást is tartottak, majd éjszakába nyúlóan a zené és a táncé volt a főszerep. Most pedig nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Béres József nyomán a Béres csepp megalkotását és sikerét mutatta be a Szabad Egyetem legutóbbi előadása. Vereség az évzáron. Kikapott a Kanizsa, 4. helyen várja a csapat a tavaszi folytatást. A Béres csepp megalkotását és a sikeréhez vezető utat bemutató dokumentumfilmet tekinthették meg az érdeklődők a Halis István Városi Könyvtárban pénteken. A vetítést követően ifjabb Béres József és felesége Béres Klára tartott előadást családjukról, a gyógyszergyárukról és alapítványuk működéséről. A legnagyobb kincsünk a saját kultúránk, a magyar kultúra.
fogalmazott Vajnai Miklós, az előadás szervezője. Az eseményt azoknak rendezték, akik érdeklődnek a tudomány és a találmányok iránt, hiszen az a cél, hogy értékeket közvetítsenek. Vajnai Miklós hangsúlyozta, az este arról szól, hogy melyek a valódi értékek a magyar kultúrában, és hogyan lehet azokkal gazdálkodni. A filmet le is fogjuk vetíteni, a dokumentumfilmet, és erről az erkölcsi tanúságról fogunk beszélgetni. Majd utána pedig a Béres gyógyszergyárról. Ez nem multi vállalat, hanem egy magyar vállalkozás, ahol jó, komoly szakértelmet képviselő embereknek több mint 600 embernek adnak munkát. Óriási jelentőségű. Az előadással igyekeztek bemutatni azt a munkát, amelyet évtizedek óta végeznek azzal a céllal, hogy javítsák az emberek életminőségét. A Béves család számára az egészségszolgálata nem csupán munka, inkább a küldetésük. Béves József, a Béves Gyógyszergyár ZRT elnöke elmondta, apja után nem csak ő, hanem gyerekei is hasonló pályát választottak. Fogunk beszélni egy keveset a Béres gyógyszergyárnak az egészségvégző védőtevékenységéről, tehát hogy mi a koncepció, mi az eszme tulajdonképpen a készítményeink hátterében. Fogunk egy pár szót szólni a Béres alapítványról, hisz 30 éves éppen, aminek az elnöke a feleségem. Fogunk egy pár szót szólni a Béres családról, hogy tulajdonképpen milyen is ez a család, tehát a generációk hogy váltják egymást, ugye volt édesapám, egyfajta alapító, aztán jöttünk mi, most már 34 éve dolgozunk a cégbe, és már ugye gyermekeink egy része is a cégben dolgozik, nem is csak az utóbbi időben, hanem bő 10 éve. A Béves Csepp megalkotójának életútja egyfajta példa lehet mindenki számára, amit fontos továbbadni a következő generációknak. Erről beszélt Béves Klára, a Béves Alapítvány elnöke. Hangsúlyozta, munkáját a sors ajándékának tekinti. Fontosnak tartom, hogy az ő életét minél többen ismerjük, és nem azért, hogy a Béres nevet ismerjük, hanem azért, mert az ő élet úgy egy olyan hiteles, olyan különleges, olyan őszinte és olyan példaadó hősnek az emléke és példája, ami a mai nem könnyű világ, ma sem könnyű világot élünk, de egy olyan kapaszkodó tud lenni mindannyiunk számára, időseknek és fiataloknak is erőt adó példa. Béves Klára hozzátette, alapítványuk idén 30 éves, ő pedig ennek köszönhetően olyan életet élhet, ami nem önmagáról és a családjáról szól, hanem egy annál sokkal fontosabb küldetésről. Kikapott az év utolsó bajnokiján az FC Nagykanizsa. A piros-kékek a középcsoport legutóbbi bajnokához, az Iváncsához látogattak vasárnap. A találkozónak nagy tétje volt, hiszen egy délzalai győzelem esetén Gombos Zsolt csapata 4 pontra csökkentette volna hátrányát a vendéglátókkal szemben. A győzelem azonban elmaradt, ráadásul Lőrincék visszacsúsztak a tabella 3. helyéről a 4. Hazai labdabirtoklási fölénnyel indult a mérkőzés, és a kezdőbe visszakerülő Kálovics Henriknek rögtön 2 nagy védést kellett bemutatnia ahhoz, hogy ne kerüljön gyorsan hátrányba az FC Nagykanizsa. 10-12 perc elteltével aztán rendezte a sorait a délzalai csapat, és egy feszült, jó iramú találkozót láthattak a nézők. Egyik csapat sem ment a szomszédba némi keménységért, így jó pár belépő tarkította az első 45 percet. Ami a játékot illeti, egy kisebb lehetősége adódott még a hazaiaknak, akkor Madarász ment el jól a szélen, de Schuster lövése elkerülte a kaput. A Kanizsa védekezése ebben a periódusban masszívnak tűnt, Szanyék majd egy tucatszor állították lesre az iváncsai támadókat. A második félidő aztán már az itzereket és a gólokat is meghozta. Kezdésként Kondor került nagy helyzetbe, de 6 méterről fölé lőtt. Aztán triplán válaszolt erre az Iváncsa, előbb Töröcsik lövését védte lábbal a kanizsai kapus, majd Bányai nem járt messze attól, hogy a szezon gólját lője, hiszen ollózó mozdulata után újabb nagy bravúrt mutatott be Kálovics, míg Schuster 3 méterről lőtt kapufát. A hazai nyomás végül 5 perccel később érett gollá, Gombos Zsolt éppen Szabó Patrikot készült lecserélni, előtte azonban a szélső védő fejbe rúgta Bányait, amért járt a büntető. A 11-est a sértet értékesítette. A hazai öröm azonban nem tartott sokáig, hiszen 4 perccel később Varga ment el jól a szélem, a centerezése után Arisztotelisz rántotta le Kondort, amért ismét a büntetőpontra mutatott Pap Ádám játékvezető. Nagy forgatókönyv lenne, ha ő egyenlítene, aki ugye a súly problémái miatt volt kirakva az első keretből, visszajött góllal, gólpasszokkal,
ma mégis kikerült a kezdőből. Csereként beállt, és egyenlíthet. János tehát. Be is lövi, érezte Varga, de beviszi a kezét. János gólja után volt 10-15 perc a Kanizsának, amikor beszorította az Iváncsát. A helyzeteket tekintve ez néhány átlövésben nyilvánult meg. Bár egyre inkább a Kanizsa dominált, gólt mégis az Iváncsa szerzett. Arisztotelis indítása után Kovács verte meg Kovalovszkit. A beadása megtalálta Töröcsiket, aki Varga mellett fejelt könnyedén a vendégkapuba. 2-1 után a Kanizsában már nem volt erő az újabb egyenlítéshez, a 84. percben pedig Kovács újabb mesteri labdája után Valéosz lőtt gólt. Nagy labda ez is, Valéosz, nagy zicser és gól. A csöreként beálló Valéosz Dominik eldönti a meccset. A hajrában érett az újabb hazai találat, de maradt a 3-1-es végeredmény. A mérkőzés után Gombos Zsolt elmondta, lesz mit átgondolni neki és a játékosoknak is a téli szünet alatt. Nem akarok itt belemenni abba, hogy a védelmünk milyen hibákat vétett, és főként egyéni hibákat. Nem akarok több nevet sem mondani, de ezt úgyis majd elmondjuk. De hiába beszélünk róla, vagy hiába javítjuk ki, amikor mindig megcsináljuk. Tehát ezért vagyunk mi a negyedikek most már, és ezért az Iváncsa az első. A játék minden elemében azt kell mondjam, hogy felénk nőttek, úgyhogy teljesen megérdemelten győztek. Tehát itt a technikai dolgok, a gyorsság, az agresszivitás mindenben jobbak voltak nálunk. Tóth András szerint rangadóhoz méltó volt a mérkőzés, és nagyon büszke a csapata egész éves teljesítményére, hiszen a tabella élén zárták a szezont. A Kanizsát pedig leginkább a gördülékenyebb játékukkal verték meg. A Kanizsának a játéka kimerült abba, hogy nagyon sok mélységi labdát próbáltak, illetve minél gyorsabban próbálták főjuttatni a mi harmadunkba a labdát, és azokat a másik labdákra menni összeszedni, abból lehetőséget kialakítani. A mi játékunk szerintem kicsit folyamatosabb volt, több volt a támadási építés, megpróbáltuk nyilván fölhozni a labdát, és abból bármiféle lehetőséget kialakítani. Az én csapatomra ez jellemző, nem nagyon szoktuk össze-vissza püfölni a labdát. Sajnos még akkor sem, amikor lehet, hogy az lenne a célra vezető, de ma ez sikert hozott. A két előrehozott forduló után a délnyugati csoport tabelláját az Iváncsa vezeti, jobb gólkülönbséggel megelőzve a Szentlőrincet. Miután az FTC 2 nyert, így a Kanizsa a negyedik helyen megy a szünetre, szintén csak jobb gólkülönbséggel megelőzve az ötödik Dunaföldvárt. A következő fordulót március 3-án rendezik, akkor a sereghajtó Dunaújváros érkezik az Olajbányás stadionba. Utánpótlás kardversenyt tartottak a hétvégén a Kanizsa arénában. A kétnapos Gerevics Kovács Kárpáti elnevezésű megmérettetésen a fiúk és a lányok gyermek, újonc és serdülő korosztályban küzdöttek egymással. A szezonban még 3 további forduló vár a versenyzőkre. A Gerevics Kovács Kárpáti utánpótlás kardversenyen 15 év alatti vívók mérték össze a tudásukat. Szombaton a gyermek férfi, az újonc női és a serdülő férfi kategóriát tartották, ahol a kanizsaiak egyik női versenyzője a 6. helyig menetelt, míg a többi csoportban a középmezőnyben végeztek a helyiek. Kis György, a nagy kanizsai téje 1866 vívó szakosztályának vezetője elmondta, vasárnap már kevesebb lett a jó eredmény. Reggel 10-kor kezdtünk a gyermekkorú lányokkal, és itt is a félszőmöm ugye egy kicsit könnyezik, mert én azt vártam magamtól, meg tőlük, hogy legalább 2 bejutnak a 8-ba, tehát a döntőbe. Hát ez nem jött össze, csak egyiknek sikerült, és végül is az eredménye nem azt mondom, hogy meglepő, de jó, mert végül is 6. lett ebbe a mezőbe. Egy budapesti klub általában 5-6 edzővel dolgozik, míg a Kanizsai Egyesület hosszú ideje főállású oktató nélkül működik, azonban januártól ezen szeretnének változtatni. Csalló Zoltán gyermekkora óta a vívás szerelmese. Megtiszteltetésnek érzi, hogy ő lehet majd a helyiek állandó trénere. Mindenképpen szeretnénk továbbvinni a hagyományokat, tehát az Egyesületnek volt eddig is magyar bajnoka, ezután azon dolgozunk, hogy legyen is. Több kategóriába, tehát a fiú, illetve a lány kategóriába is, serdülőbe, gyermekbe is. Szerencsére nagyon sok fiatalunk van, egyre többen. Jönnek is be, érdeklődnek a verseny, illetve a vívás iránt, meg is maradnak szerencsére. Úgyhogy hát próbálunk ebből az alapanyagból dolgozni.
Csalló Zoltán hozzátette, bár most is jó eredményeik vannak, a jövőben a legfontosabb cél, hogy minél több kanizsai vívó állhasson a dobogó legfelső fokára. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Soron kívüli ülés hiányzókkal. A polgármester hiányában Bizzer András elnököt kerítést kap a Munkás utcai parkoló. Jótékonysági mulatás. A helyi Vöröskereszt javára és egy zalaegerszegi alapítványnak is gyűjtöttek a hétvégén. Vereség az évzáron. Kikapott a Kanizsa, negyedik helyen várja a csapat a tavaszi folytatást. Ez volt a Kanizsa TV híradója november 27-én hétfőn. Érdemes lesz velünk maradni, hiszen 7:30-tól megnézhetik a mai önkormányzati ülés eseményeit teljes egészében. Híreinket megtalálják honlapunkon a kanizsamediaház.hu oldalon. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!